Mi, de várjál, valami volt a feladatom. Le kellett mennem a izéhez, ugye? Akkor... várjál, ott jöttem ki. Erre megyünk. Nem tudom, hogy lopakodni kell-e. Én most már mindenhol lopakodok. Persze, hogy legugolok egybe, hát ne viccelj. Már nem tudni, hogy honnan jönnek ilyen ízések. Ez itt túlságosan sok a tüske, hogy ne legyen itt valami konfliktus. Erre fognak előjönni szerintem. Hát ezt megkesztyűzöm. Az igen, az mi volt ez a limbo? És hol van? Az lent mozog. Várjál, ez volt a first break. Ja, hogy nekem is le kell menni, bazeg! Hát ez így már kevésbé tetszik. Azonnal csináljuk a helyet magunknak. Mennyi van a kesztyűmbe? Amíg elméletileg van. Oh, hát azt konkrétan le tudtam volna szopni, olyan közel voltam hozzá. Oké. Elméletileg megcsináltam. Megvan a második. Oké, one to go. Ott mozog egy, ezt látom. Van, van... Hát az a baj, hogy villog, de várjál. Feltöltöttük a kesztyűt. Mi az, ami ott világít? Te hova jössz?
Már itt meg Peter Griffinezem őket az ajtóba. Hű, bazeg, ott legalább van négy még. Gyere csak ki. Ha a játék hátra levő részébe is sneaky killezni kell, akkor nem sok értelme volt az upgrade-jeimnek. Jó, most már nincs kúló a... Nincs. Most már mindenféleképpen normál. Normál sneaky killek kellenek. Na várjál, mert még ott is van egy. Az az utcsó. Ott is van! Mondjuk azt fölvehetnéd. Jó, föltöltve a kesztyű. Kizárt dolog, hogy ez ennyi volt, tehát itt még biztos, hogy jönniük kell, úgyhogy még sneakizünk. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a kesztyűnek az upgrade-jéből semmit nem érzékelek. Tehát az, hogy gyorsabban tölt, meg több energy van benne, ettől én egy picit többet vártam. Ott lehet fölmenni. Miért van itt ekkora hely? Föl kell mennünk. Game breaking metódus megtalálva, spamelve. Hát figyelj, ez csak addig működik így, ameddig ezek az enemik vannak. Amint ilyen köpködős, meg a többi jön, azokkal nem tudom ezt eljátszani, hogy mögé sneakizek, mert azok látnak. Na jó, nem, ez túl bátor voltam egy másodpercig. Csak akkor kioldom az utolsó féket. Akkor elméletileg ez a generátor be fog indulni, aminek viszonylag nagy hangja lesz, tehát szerintem arra biztos, hogy elő kell, hogy jöjjenek. Az mi az? Egy heal. Hát maxon vagyok healből, és van még 1, 2, 3, 4 healem, meg bődületes mennyiségű ammóm. Mondjuk azt megcsináljuk, hogy a kettes ammót eldobom. Legalábbis abban mondjuk ezt. Így is van egy 8-as stack, ami nem kell. Mehetek normál tempóba? Ez az ajtó nyílt ki. Jó, itt volt most egy mentés. Aha.
Hova kell visszamennem, srácok? Most teljesen vissza, ugye? Nem oda a Power Stationhöz. Bazd meg. Kövessük a kábeleket, oké. Gondoltam. Ne! Oh! Hülye bazeg! Na normális vagy, kurmi! Jó ég, azt hittem, hogy azt kezd el így üvölteni. Nézd, sokszor az ódnak bazeg, hogy mi van. Hát mekkora troll lenne most a csaj? Bekapcsoltam az áramot, mondtam neki, hogy csöndbe kell maradni, és így elkezdene üvölteni a CB rádión. Belefinganai. Na de kérlek. Ugye folyamatosan eldobált izé szukunk ganamók. Most jön lefele. Nekem gyanús ez a csatorna fedő is. Meg nehéz harcolnom kell a kontrolleremmel, az meg, mert folyamatosan megy balra a karakter. Itt azt nem csak a menübe csinálja, srácok, hanem itt is megállok, és elkezdi oldalazni balra a karakterem. Nem a legkellemesebb. De az nehezítés, igen. Így is lehet mondani. Áramtalanítani a készüléket, az kellene. Tetőződik a zene, kérem szépen. Hova kell menni? Kövesd a kábeleket, ahogy kövesd a kábeleket. És ne lépj rá a csatorna fedőre. Valahonnan jön valami. És akkor ott kellene átmenni azon a likon.
Azért taposod meg. Azt már nem taposod meg. Jó, itt van egy eladós. Elektromos kocsira gyűjtök. Ja, igen, 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 igen. Azt majd meglátjuk, hogy igazából Teslára gyűjtünk, vagy egy elektromos Mustangra. Figyelj, négy hílem van. Én egyet eladok. 5 hílem volt. Az very much. Mert újra kalibrálni? Nem, túlságosan érzékeny lett a bal trigger. Most már ki tudom nyitni ezeket. A következő állomás Mexikó. Isten itt már! Már értem, hogy miért van... Most már értem, srácok, hogy miért van néha, hogy nem jó a dodge-om. Mert most is például jobbra akartam dodge-olni, és eldodge-olt balra. Mindegy, ezt meg fogom oldani valahogy. A lényeg az, hogy ott sokan jönnek. És kelleni fog szerintem az, hogy itt sokat lövök. Megvan, hogy miért van ennyi láda? Mondjuk most nem érek sokat a ládával. Ó, de mondjuk, hogyha okos vagyok... Mivel healelni nem fogok tudni... menet közben... Ezért többet érek azzal, ha betárazok battery pakkal, mert akkor tudom dobálni őket. Pontosan. Bár azt ne felejtsétek el, hogy ezek most mutálódottak. Tehát nem fogom tudni őket szerintem csak magamhoz húzni. Igen, ez a baj, hogy átalakultat. Szerintem eldobni nem tudom, csak magamhoz húzni, de majd mindjárt kiderül. Hogy magadtól is használod, bazd meg a reloadot! Ó,
Igen, mert pont erre van nekem időm, bazd meg, hogy útközben ezekkel szórakozzak. Az ötlet kiváló amúgy. Tehát ez így lesz. The UJC is here for you. Choose an item. Jó. Mindet föl kell venni. Azt mondjátok, hogy betöltötte volna, hogyha nem use-olom. Jó. Legyen igazad. Ez hand cannon ammo. Ez is csak ammo. Ez is csak ammo. És ez is csak ammo. De jó, hogy átalakult a ládáknak a tartalma, bazd meg reloadról reloadra. Az megvan? Tehát, hogy eddig ezekben voltak töltők, most nincs. Jaj, nem is vettem rossz szándékja végül. Ezt már most... Tudod mit, ölj meg! Azért megmondani nem kell, hogy mit csináljak, de... Köszi. Nem, tehát ott... azt próbáltam meg, hogy mi van akkor, hogyha az R1-jel megpróbálom leütni, de az annyira nem jött be. Make a selection. Viszont az bazd meg, hogy most más volt a ládáknak a tartalma, az zseni. Egy pak most volt. Aha, látod? Most megint van benne egy izépak. Érdekes. Mindegy, ezeket bevesszük magunknak. Hát ott megint van ott egy. Igazából hílelni. Nyomjuk így. Igen, nem lehet semmi olyasmit csinálni vele. Jó, tehát az elején jön, hátul kettő, azokat ledobjuk. Oké, okay. Most jön oldalt, ugye?
most miért ne? Nyomtam a dodge-ot, a kurva isten is már. Há? Nem. Geci, kiidegel most a kontroller. Most annyi, most legalább háromszor egymás után baszta el a dodge-ot, ez a fixen balra húzza. És a legnagyobb problémám az, hogy itt van ez a tetvedék checkpoint, és 25 millió dolgot kell csinálnom, mielőtt elindulok. Nincsen tartalék kontrollerem. Miért lenne? Nincs. Ez az egy van, amivel vettem. Én nem voltam olyan szerencsés, hogy kaptam volna plusz kontrollert. Jó, ezeket kirakjuk, aztán meglátjuk, hogy most éppen mit kapunk. Mert most kaptam még 20 darab izét. Na jó, most persze megint mindent fölvett, nem baj. Visszaviszünk mindent ide középre. És milyen lenne, hogy miközben megyünk, ezek így leesnének. Hogy lett már megint tele? Jó ég, miért kaptam ennyi töltényt? Ja, hát... Ja. Mindegy. Erre inkább nem mondok semmit, Vatta. Van akinél már sok kontroller van. Majd veszek én is még. Szerintem kelleni fog. Na, az, hogy mit veszek ebből föl, igazából vegyél föl, amit tudsz. Jó. És akkor ezek vannak nálam. Tök jó lenne, ha most lehetne egyet menteni, de nem lehet, úgyhogy próbáljuk meg újra. Na. Oldalról a soti lövés a szart se ért egyébként nekik, tehát hogy nem estek le tőle. Egy. Kettő. Három. Jó, eddig jó. Úgyis jó lesz. Másik oldal. De az miért alakul át, hogyha ellövöm? És ezt még kaptam meg!
Most halok meg, bazd meg. Nem bírok. Ennyivel egyszerre nem tudok harcolni, az a bajom. És geci lassan tölti be a fegyvert. Ez a helyzet, hogy annyira nincs is kedvem már az inventory managementtel foglalkozni. De úgy kurvára nincs. Pláne, hogy most egy olyan loadout van, ahol nincsen újra töltő. Csak ammó! Nem van kettő újra töltőnk. Ez, hogy hogy lehet különbségben az meg két loadout között, ezen besírok. Azt szerettem volna fölvenni, miért az ammót vetted föl, te nagyon hülye. Na jó. Amúgy kezdem egy kicsit unni. Kesztyűvel dobd le őket, tényleg? Jó. Köszi, köszi. Erre nem is gondoltam. Jó. Aztán jönnek ezek itt oldalt. És ez miért érte túl? De mihez? És már üt. Amúgy nem lenne baj egyébként a fájtolással velük, csak amikor már mondjuk öten vannak, az egy kicsit sok. Teljesen. Ez a random loot szerintem a legrosszabb része. Healeni meg úgy sincs időm, úgyhogy igazából teljesen fölösleges. Az egy jó kex. Mit fejleszek még egyébként? Mire gondoltál? Van olyan valami ultimate fejlesztés, ami 270 kreditből kijön? Vagy vegyem föl a csokot, és abból fejleszek. Na, legalább összepakoltunk mindent. Amúgy
Ezek már maradhatnak. Majd fölveszi, amit föl tud venni. Itt kellene, amúgy itt kellene egyet menteni, és akkor nem kellene, nem kellene mindig ezt eljátszanom. Most például oldalt ment el nagyon, tehát most oldalt nem volt jó a dolog. Mindegy, ezt annyiszor kell még megpróbálni, hogy megtanuljuk, hogy mikor, honnan, hányan jönnek. Egy. Innen jön ugye négy. Igen. Aztán utána itt jön, hát egy 2-3-4, amire nem tudjuk, hogy most hogy jó, mint jó. Oké, ez még oké. Na most honnan jön? Kell jönni, gondolom, akkor balról. Szúrjad magad, tesa! Nyertem? Megvan? Ez volt? Jó. A HP csíkomat elvitte a Krampus. Azt mondja, csak survive.
Én nem is akarom látni, hogy mit csinál magával. Levágta! Beszorultam. Mekkora loot talpa van, geci? Láttátok? Mekkora loot talpa volt? Miért ussem, amikor összeesik? Telepata, az is jó. Szedte a tesóját. Geci, ezek a fegyverek mind ki van fogyva, bazd meg! Nyomogatom ezt az autó izét, fegyvercserét, ezt baszik kicserélni. Nincs valami olyan, amiben van töltény. Nézzek, ebbe sincs. Ebbe sincs. A kurva isten itt, hogy megint el... Ne. Oké. Okay. Hogy a telibevert pöcsbe tud mindig olyan fegyverre váltani, amelyik üres? Kicsit nem tudok lőni, mert ez a fos, ez mindegyik ki van fogyva. Nézek, már megint tölt. Yeah.
tudom, hogy mi van. Heads are better than one. Köszönjük, hogy minket választott. Amúgy maga a fight egyáltalán nem nehéz, bazd meg, de az, hogy nekem arra kell figyelnem néha, hogy a kontrollerem bal oldalra megy fixen, és ne arra dodzsoljak, az nagyon nehéz. HP? Nincs HP, hogy ilyen instant halál... De van, nézd csak a tarkómat! Ott van egy csík. Most fél HP-n vagyok. Most nem tudtam magam fölhílelni, mert már nincsen... nincsen HP töltőm, de az a HP csík. Ja. Hogyha lenne HP töltőm, akkor föl tudnám tölteni, de most nincsen. Nem volt millió egy cucc lerakva a földre, vagy ezeket konkrétan mind ellőttem? Boss loot? Na várjál, tényleg. CPU printer, az 1000 pénz. Ha, mi? Hallod, és Józsit nem lehet? Kitéptél magadból egyet? Hallod, ez volt a keze? Ja, szóval idegesít. Most kifejezetten idegesít, hogy erre rájöttem, hogy ilyeneket csinál a kontrollerem. Eddig nem idegesített, mert nem tudtam, hogy van ilyen. Az a kéz az olyan, mintha az AI rajzolta volna, igen. Amúgy találtam azóta egy másik programot, amivel lehet ingyen generálni képeket, srácok. Ahhoz nem kell fizetnie senkinek. Full ingyenes a program is, ugyanúgy, mint ahogy a másik. Csak ennél még azért se kell fizetni, hogy képeket generáljon, és végtelen számút tudsz generálni. Azzal is el lehet szórakozni. Annak valami olyasmi volt a neve, hogy Davn. Azonban én már letöröltem. Csináltam vele pár képet, de már letöröltem. De jó pofa. Na. Azt hittem, crashelek megint. Danny, I made it. Great. Where are you? Some kind of service tunnel. I'm on the other side. Nem akarod elmondani Danny-nak, hogy mi történt? You're almost to the colony. Azért egy kicsit flexelhetné, a háta jobban megkíván a csaj, vagy nem tudom. Lojtói WC-be van loot? Ha a platform elejére dobott volna vissza, igen. Az roppant kellemes lett volna. Még 8K pont és ki tudod váltani a VIP-et. Nice! Nem is tudom, hogy hány VIP helyen van még. Tudok menni arra. Látom errefele lépcsőt. Ja, jó. Tehát, hogy igen, erre fele lépcső, az így ennyi. Hát van viszont fönt loot, ez még jó is, hogy jól kiszúrtam. Ezek a zombik? Nem, az nem elég. Tudjátok, mire kattantam most nagyon rá? Amellett, hogy Valheimbe farmolgattam? A... Nice. Warzone-ba a DMZ küldizgetésekre.
azt csinálgatom. Most már egész sokat megcsináltam, de még mindig bazisok van. Majd valamikor egyébként azt is lehetne streamelni. Csak nem szólóban, szólóban eléggé szar. Jó, ez a Pristine CPU printer, ez biztos, hogy bazisok pontot fog adni, úgyhogy lehet, hogy abból tudunk majd fejleszteni. Az M13-at kihoztam. Nem tudom, csomó fegyvert hoztam ki, én nem is figyeltem igazából, hogy miket. Elkezdtem azt, hogy ugye fejleszteni, az M4-en már maxos, most a takot fejlesztem. Aztán mindig így a következő... Mindig így a következő fegyvereket így kinézem, aztán azt viszem be, vagy amit bent találok, azt fejlesztem. Ha az valami speckó, akkor azt még nem hoztam ki. Find your way to the light tower. Nagyon jó. Jó, most még nem mondta, hogy bújjak el. Vagy hogy googoljak. Az van valami. Hát ez sem HP. Ha itt lehet lefele menni. Ja, oké. Okay. Lehet lefele menni. Az előző streamen hallgattuk. Ha, jó, megint ilyen fülelősök vannak itt. Na, először is nézzük meg, mi van. Csaj, miért nem ölte meg ezeket? Nem tudom. Megvan egy. Látod, most fölvettem HP-t, és most nőtt a tarkómon a csík. Egyelőre még csak egyet láttunk. Aha. Jó, kimászott a kövi. Bázd meg, az ilyen bábozódós formációt vett föl, azt majd túloldalról. Itt ki fog jönni egy. Most ez is ilyen izé állapotban van ott. Egy még itt mozog. Ezt megvárjuk. Vannak olyanok, amik fixen megálltak. Az azért nem jó, mert hogyha nem tudok bemenni mögé. Itt ezt jobb... Hát... De, beadja. Jó. Hú, ez mázli, hogy ezt meg tudjuk ölni. Van
legalább újra töltöm az ammóimat. Elindult. Hol van az is? És jött még egy. Már csak egynek kell lennie. Nincs ez az Isten bazd meg, hogy ezt megkerüljem. Ah! Jó, csak beadta. Jó, elméletileg ez volt az utcsó. Ugye? Yeah.